Köszöntöm Önöket az Állattárral! Mai adásunkban a kutyafogadhajtás és a tájlovaglás izgalmas világába tekinthetnek be, majd ismét láthatják gazdikereső rovatunkat is, ahol az ideiglenes befogadóknál árválkodó négylábúaknak keresünk szerető családot. Hó hiányában szánhúzás helyett nemzetközi kutyafogadhajtó, futó és kerékpáros versenyt tartottak Kaszón. A Somogy Zöld Szíve elnevezésű kétnapos rendezvényen több kategóriában és korosztályban mérték össze tudásukat a sportolók és kutyáik. A kutyafogadhajtó verseny a 80-as években terjedt el Magyarországon. A sportág a környező országokból került át, azóta hazánkban versenysportán nőtte ki magát. A hazai versenyzők mellett érkeztek Ausztriából, Szlovákiából, Szlovéniából és Szerbiából. Az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja szánhúzó kutyás megmérettetésekre alakult, de az utóbbi években bővítették a kört, említette Dér Andrea, a Magyar Kutyasport Szövetség elnöke. Ez ugye az aranyláz idejéből származtatható, mindenki hallott szerintem a Leonel Seppala meg a Togó történetéről, amikor a szérumot el kellett szállítani a diftéria járvány miatt az egyik városba a másikba, és ezt Váltóban kutyafogatók tették meg, és az a város azért menekült meg, mert a kutyafogatók ezt tudták teljesíteni, időben odaért a szérum, és megmenekült a város. Ennek emlékére tartják egyébként minden áldott évben Alaszkában az Ágyita Road nevű versenyt, ami egy hatalmas lökést adott ennek az egész dolognak, és így annak kapcsán így elindultak ezek a versenyek világszerte. És egyébként szinte mindenhol létezik ez, Dél-Afrikától Ausztrálián át, hát az más kérdés, hogy mondjuk a tengerparti homokba, éjszaka, vagy nem tudom hol, különböző helyeken. Például volt egy nagyon híres monakói versenyző, aki a száros Európa-bajnokságon is tudott helyezéseket elérni, mert hogy a mély homokba pont ugyanolyan erőfeltétésnek voltak kitéve a kutyák, mint a mély hóba. Nagyon érdekes. De tény, hogy egyértelmű az északi országok uralják, azért valljuk be ezt. De például a magyar versenyzők a dryland szakákban, ez a hómentes időszakban nagyon-nagyon jó eredményeket értek el az utóbbi időben. Főként kutyásfutásba, kerékpározásba, dogscooterezésbe és kutyafogadhajtásba is. Akkor egy kicsit a fajtákról légy szíves, hogy mi a jellemzőbb, rajtuk kívül még milyen kutyusok szoktak indulni, és mi jellemző ezekre a fajtákra. Vannak a kvázi fajtatiszta szánhúzó kutyák, a klasszikus fajták, a szibériai huszki, alaszkai malamut, szamoéd, grönlandi kutya, de a utóbbi 5-10 évben hihetetlen fejlődésnek indult a mindenféle speciálisan kitenyésztett fajták használata, agárkeverékek, houndok, alaszkai huszki belekeverve, és ő nekik ugye az az előnyük, hogy hihetetlen sebességekre képesek, 40-50 km/h könnyedén, és ő nekik ugye nincs ez a nagy tömött szőrzetük, mint a szánhúzó fajtáknak, ezért ő nekik ebből a szempontból könnyebb, mondjuk télen nehezen, mert ő nekik akkor ruha kell, de ők sokkal nagyobb sebességre képesek a szánhúzó kutyáknak, nem a sebesség, a klasszikus szánhúzó kutyáknak nem a sebesség volt ugye a lényegük, hanem a minél nagyobb távot tegyenek meg, húzzanak magukkal rakományt, úgyhogy ők fizikai felépítésük alapján nem bírják azokat a sebességeket, mint egy agárkeverék, de pontosan ezért van ez, hogy nálunk a versenyeken külön kategóriában versenyeznek. Ahogy a Forma 1-en sem fog elindulni egy, nem tudom én, milyen kocsi, ez pontosan így van nálunk is. Hogyan zajlanak az edzések? Mert gondolom, itt nem csak a kutyákat, nem csak együtt kell az embernek és a kutyának edzeni, hanem külön-külön is ezek hogyan történnek? Például a kutyásfutók rendszeresen kutya nélkül edzenek, mert a kutyának az állóképessége, meg a sebessége, valljuk be, várhatóan sokkal jobb, mint az ember éppen, ezért az emberek külön futópadoznak, mindenféle edzéseket végeznek, és eleve a kutyás futás az egy nagy megterhelés például a törzsnek, úgyhogy sokszor van az, hogy az adott versenyző például csak a versenyen köti be maga elé a kutyát, de a kerékpárosok is rendszeresen tartanak kutyák nélküli edzéseket, rendszeresen mennek kutyák nélküli versenyekre is, a technikájukat fejleszteni, persze a kutyákat is edzik, és ez az egész így összeér. Úgyhogy itt ez egy nagyon sok összetevős
sportágról beszélünk, külön edzik az embereket, az emberek, vannak speciális edzők, vannak a kutyákat is külön edzik, és akkor még van a felszerelés is, ugye, aminek szintén toppon kell lenni ez az egész, ez ugye ennek a háromnak össze kell állni, mindenkinek szóval a legprofibbaknak a speciális étrendjeik vannak, speciális edzésterveik, most a hobbi kutyás minden valószínűség szerint ennyire nem csinálja ezt, de lehet, hogy egyszer a hobbi kutyásból is profi lesz. Az állatvédelmet is fontosnak tartják mind a szövetségnél, mind az egyesületeknél. Ezt a témát is érintettük Dér Andreával, hiszen több kutyus is mentett a versenyzők közül is. Itt a résztvevőink között sokan egyébként mentett kutyákkal versenyeznek, ez egy nagyon szép dolog, és miért ne versenyezhetnének velük, pont ugyanúgy szeretnek mozogni, a gazdák is. Ugye van egy fajtamentő szervezetünk, most a szánhúzókutyákról beszélek, összefogás a szánhúzókért közhasznú alapítvány a neve, és onnan sok örökbefogadottunk versenyez ilyenkor, és nagyon nagy örömmel látjuk, hogy azok a kutyák, akik Csintértelepről altatás elől mentettünk, és tényleg már a halálán volt, akkor ezt az alapítványunk, amikor elhozta, meggyógyította, ivartította, becsipelte, megkereste a számára való jó gazdát, és akkor hihetetlen nagy boldogság nekünk, amikor itt látjuk őket, viszont, hogy itt van a szuper családjával, boldogan az a kutya, aki mondjuk egy fél éve még halálra ítélten várta a megmentést. A gyerekektől egészen a veteránokig minden generáció megmérettette magát. Sokan érkeztek családosan a kaszói versenyre. Lipcsei Péter is családosan érkezett, aki párjával egy kutyás verseny hozott össze. A kezdetekről, versenyekről, technikai elemekről és az edzésekről is beszélgettünk Péterrel. Én fajtatiszta kutyákkal, tehát fajtatiszta hivatalos szánhúzó kutyafajták egyikével foglalkozom. Ők alaszkai malamutok, már mentünk egy kört, úgyhogy a fáradtabb kutyák azok már voltak, a kevésbé fáradt kutyák azok most jönnek. Milyen kategóriákba indultok? Ma én egy 4 kutyás és egy 2 kutyás kategóriába indulok. Ez a meleg miatt inkább, tehát nem akarok ennyire északi, ennyire bundás kutyákkal, nem akarok többel indulni egyszerre, ez már nem tenne jót nekik. Honnan jött neked ez a szerelem? Ez a szerelem? Hát ez a meglátni és megszeretni. Az embernek egyszer lesz egy malamutja, egy picit nem figyel oda, és tele van a kert malamutokkal, ez valahogy így alakult. Mondjuk én világéletemben futottam, síeltem, sportoltam, tehát meg volt a kötődésem a vassportokhoz, a síelés miatt, és utána a malamuttal együtt hát föladtam a síelést, és inkább jött az északi kutyázás. Kicsit a technikai részéről légy szíves, hogy ilyenkor ez hogy működik, hogy ide értek a versenyre, és a verseny előtt hogyan készültök fel? Hát mi már azért ennyi kutyával kijövünk előző nap, tehát egy nappal korábban, ugye a kutyák kicsit aklimatizálódjanak, akkor reggel, mikor fölkelnek, ők isznak egy levest, tehát egy ilyen tábból, vagy speciális ilyen húsporból kevert levest megisznak, ez a hidratáció miatt fontos, és akkor utána van egy kis pihenő, hogy leülepedjen a gyomrukban, ami benne van, és akkor el lehet kezdeni hámot rakni rájuk, kivinni, mindig csak annyi kutyát rakunk hámot, és viszünk ki, amennyi éppen indul, éppen a start előtt, hogy egyrészt, hogy ne ugráljanak, ne vigyék ki magukból az energiát, másrészt meg, hogy ne zavarjunk másokat ugyanezen tevékenységük közben. Aztán valahol távolabb, már nem annyira a cél és start környékén természetesen van egy stakeout, ahol az idő többi részében ők szépen kint ücsörögnek, és hát végzik a kis ügyes-bajos dolgaikat, mint a vonyítás és az ugatás. Mennyit edzetek? Hát az attól függ, hogy mire edzünk. Mostanában gyerek és egyéb ügyek miatt én heti 2 napot edzek csak.
de volt olyan, amikor hosszú távú versenyekre edzettünk, ez itt napi 30-60 kilométert jelent, oda kell a heti 5 nap edzés. Annak ellenére, hogy ők növendékkutyák, tehát még ez az első szezonjuk, az erő már most bennük van, tehát ezt lehet látni a mozgásomon, hogy nem vagyok boldog, amikor a két kutyát fogom egyszerre. Pinki, pisiljél egyet, lányom, jó? És akkor egy következő szezonnak a közepére ezek már majd fölborítanak engem. Ugyanígy kettőjüket fogom meg egyszerre. Pisilj egyet, jó? Pinki, pisi. It's okay. Okay. Okay, Pinky, put out the harness. Gyere, nagyfiú. Munkahám. Gyere. Fölvesszük a munkaruházatot. Akaszd ki a lábadat. Nem mozog. Hulk, Hulk, légy szíves. Úgy ügyes fiú vagy. Arra kell mindig vigyázni, hogy az ember a lábát jól tegye be, mert azt mindig be kell hajtani szépen a tappancsát. Pinky, Pinky, we have many time again. Pinky, gyere. Yeah. Ők most másfél évesek. Ez az első szezonjuk, egy éves korukba kezdhetik el a sportolást. Az a hivatalosa. Tehát akkor kezdhetnek el versenyezni. De nem is nagyon edzeni, se nagyon éri meg őket elkezdeni előbb, mert nem tesz jót a csontozatuknak. És akkor van egy közösítő. Nyakszár. Ez tartja szépen össze a kutyákat, hogy ne kódorogjanak jobbra-balra. Barbara Vojnic 2016-ban kezdte a versenyzést. Azóta már a harmadik kutyájával edz. Ausztriából érkezett a nemzetközi bajnokságra. Arról kérdeztem, honnan jött ez a szerelem az életébe, és mi motiválja? A kutyával. Kezdtem a 2016-ban egy malamuttal, de ő nem akar dolgozni, és akkor kellett egy másik kutyát venni. És akkor most ő a harmadik, akivel edzek, és most minél jobb, mert sikerül, és jó megy, és akkor minden nagyobb a szerelem, minél jobban fut a kutya. Mennyit edzetek? A hetente körülbelül 3-szor, vagy 4-szer, hogyha hidegebb van, akkor 4-szer is. Hogyha ilyen idő van, mint ma, akkor csak nagyon korán reggel, mert olyan 10-15 fokig edzünk, utána nem. Utána már túl meleg lesz a kutyának. Bővebb információt és a verseny eredményeit megtekinthetik az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklub Facebook oldalán. Sokan nem tudják, de a tájfutásnak létezik egy igazán különleges változata, a tájékozódási lovaglás. Itt ló és lovasa együttműködve térkép segítségével próbálja minél gyorsabban megtalálni az erdőkben, mezőkön elhelyezett ellenőrző pontokat. A Panka lovardában rendezett versenyen mintegy 50-en ültek nyerekbe az első hely megszerzéséért. A tájékozódási lovaglásnak 35 évre visszanyúló hagyománya van Magyarországon, bajnokságban 15 éve foglalják a versenyeket. Az idei bajnokság 8 fordulóból áll, a Moriton Tájékozódási Lovas Egyesület az ország több pontján várja majd a lovasokat szebbnél szebb tájakon. A verseny valójában tájfutás, azzal a különbséggel, hogy itt lóháton kell megtalálni az ellenőrző pontokat. A versenyen a lovasok, egyesületi tagok
tagként versenyeznek nagy részben, a Moriton Tájékozódási Lovas Egyesületben vannak benne, bár lehetőséget adunk külsősöknek is részt venni a rendezvényen. Ez egy tájékozódási szakág, büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Tájfutó Szövetségnek az egyik szakága vagyunk, mint tájékozódási lovaglás. Ennek keretén belül tartjuk a versenyeinket. Ez a versenyt úgy kell elképzelni, hogy egy terep-pályát teljesítenek ugye a versenyzők, gyakorlatilag hasonlóan, mint a tájfutásban. A rajt előtt kapnak a versenyzők egy térképet, amiben vannak jelölve pontok, amit élőben meg kell keresni. Ott egy ellenőrző bója van, ahol egy szúróbélyegzővel kell igazolni, hogy ők ott jártak annál a pontnál. Kezdő és haladó pályát szoktunk készíteni azért, hogy aki nem olyan rutinos, vagy először van ilyen rendezvényen, az tudjon egy könnyű kezdőpályán indulni, ami rövidebb és biztonságosabb természetesen, akik pedig már rutinos versenyzők, azok a haladó pályán tudják kipróbálni magukat és a tájékozódási tudásukat. Milyen különbségek vannak az egyes fordulók helyszínek között? A bajnokságban körülbelül úgy szoktuk meghatározni, hogy szezonban, tehát így márciustól októberig körülbelül havonta egyszer legyen egy forduló. Ugye Nyugat-Magyarországon különböző helyszíneken tartunk versenyeket, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek nagyon különböző helyszínek, és aki minden helyszínre el tud jönni, Magyarországnak tényleg különböző szép részeit tudja megismerni és belovagolni. Vannak fordulónk a Bakonyban, Bakony keleti-nyugati felén is, a Somogyban, itt Zalában, a Zalai dombságokban. Szerintem ez egy hatalmas pozitívuma és előnye ennek a versenynek, és értéke. Milyen különbség van a kétfajta pálya között? A kezdő és haladó pályának a két fontos dologban különbözik. Az egyik a hossza, természetesen a kezdő pálya sokkal rövidebb, másrészt pedig a nehézségében, a technikájában, tehát a kezdő pályán sokkal könnyebben észrevehető helyeken vannak az ellenőrző búják. A haladóknak már ez nem mondható el, tehát ott figyelünk rá, hogy az egy kihívás legyen megtalálni a bújákat, tehát nem feltétlenül egy útról könnyen észrevehető ponton van. A verseny izgalmának fokozása érdekében a pontok sokszor el vannak rejtve, akár az erdő sűrűjében, akár egy régi épület mögött, vagy éppen egy mély gödörben. Az igazán rutinos versenyzők a sima tereppálya mellett a pontgyűjtős pályát is kipróbálhatják. A sima tájékozódási lovaglásban meghatározott sorrendben kell a pontokat összegyűjteni, és szoktunk pontbegyűjtőt is tartani, ez hasonlóan a tájfutókhoz, náluk is ilyen versenyek vannak, ahol nincsen meghatározva a sorrend, hogy milyen sorrendben kell az ellenőrző bójákat összeszedni, kiukasztani, hanem azt a versenyzőknek kell kitalálni a legoptimálisabb útvonalat. Ez természetesen már egy még nehezebb foka a tájékozódási lovaglásnak. Mik a versenyzés feltételei lónak és lovasnak? A lovaknak a kötelező oltások, vérvételek megléte, az előírás éven belüli, a lovasok részéről egy biztos tereplovas tudás, ezt verseny előtt ellenőrizzük is, hogyha valaki úgy kíván csatlakozni. Ajánljuk az egyesületi tagságot, mert nyilván ott jobban tudunk erre már figyelni. Igazándiból a biztonság érdekében a tájékozódási lovaglásban csapatokban szoktuk engedni a versenyzőket, tehát versenyző csapatokról beszélünk igazából. Mivel veszélyes a lovaglás, meg a tereplovaglás, ezért így növeljük a biztonságot, hogy nem engedünk ki egyedül indulni versenyzőket, hanem csak csapatban. Miért papíralapú térképen és nem GPS-szel tájékozódnak? A tájékozódási lovaglás lényege a térképolvasási készség, ezért papíralapú térképeket használunk. Igazából mindig csak ismételni tudom magamat, hogy az egész versenyforma a tájékozódási futásnak ugye egy szakága, tehát azokhoz az ott használt szabályokhoz igazodunk mi is, hogy papír térképeket használunk.
Ha tudunk, akkor tájfutó térképeket használunk és készítünk is, amennyiben ez nagyon nem áll rendelkezésre, akkor sima topográfiai térképpel is meg tudjuk rendezni a versenyeinket. Knotik Otilia tapasztalt versenyző, egyéniben és csapatban is kipróbálta már magát. Szerinte a verseny nehézsége az összetettségéből fakad. Nem nehéz, de taktikás egy csapattal együtt dolgozni, vagy esetleg egyedül elmenni egy ilyenen, hogy az embernek egyen olyan szituációkban, amiket nem tud esetleg megoldani. Ez nem hiszem, hogy nehézség, de kihívás. Mennyiben más egyedül és csapatban is indulni? Hát egyedül nyilván az ember magára van hagyva, mind ezeket a bójákat, a lyukasztásokkal, mind a tájékozódással. Hát egyszerre többfelé oszlik a figyelem. A csapatban pedig ott megosztjuk a munkát, megosztjuk azt, hogy ki mire figyeljen jobban, és akkor az egy kicsit talán könnyebbség. Viszont nyilván, ha az ember egyedül van, akkor nincs hátráltató tényező, ami esetleg egy csapatban előfordulhat. Mennyiben más a tájlovaglás, mint a többi lovas szakág? A társaság más. Sokkal összetartóbb csapat. Igazából ennyi. A verseny az verseny, az mindenhol verseny. Beke Linett édesanyjától örökölte a lovak szeretetét, ő az egyik legfiatalabb a versenyzők közül. Elsősorban a társaság és a lovaglás élménye miatt vesz részt a programon. Emeltünk a barátnőimmel egy-egy gyűrű csapatban, meg tudunk együtt lovagolni. A versenyzés mellett a közösségépítés és a jó baráti kapcsolatok kialakítása is célja a bajnokság szervezőinek. Legközelebb Nagyatádon a Csillagtanya Lovas Egyesület székhelyén pattannak nyerekbe és ragadnak térképet a tájlovaglás szerelmesei. Az örökbefogadás lehet a legjobb döntés, ha kutyát, esetleg macskát szeretnénk társállatnak. A szaporítók támogatása helyett így olyan állatokon tudunk segíteni, akik magányosan várják, hogy valaki őket is szeresse. A Kanizsai Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesületnél mindenki megtalálhatja számára a megfelelő kis kedvencet, ehhez gyújtunk segítséget rendszeres gazdikereső rovatunkkal. Hilc Lívia már magánszemélyként is foglalkozott a rászoruló állatok segítésével. Az egyesületet 2019-ben alapították a vezetésével a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Ma már mintegy 80 állatról gondoskodnak, akik ideiglenes befogadóknál várják, hogy egy szerető családhoz kerülhessenek. 4 ideiglenesünk van, fix, akik mindig vannak. Otthonainkban vannak elhelyezve a kutyák és a macskák. Nálunk például Bocföldén, ott van a legtöbb kutyus, ott 24 kutya van jelenleg. Ott vannak kennelek is, ott vannak összeférhetetlen kutyusok is, és azt azért mindenki tudja, hogy nem minden kutya való falkában. A többi idéglenesnél olyan állatok vannak, akik azért működnek együtt falkában, ott nincsenek kennelek, ott az udvaron, házban szabadon együtt élnek. Tehát próbálunk családias környezetet biztosítani nekik, már amit ennyi állat létszám felett lehet, ennyiben más, hogy picit családiasabb, picit otthonosabb, több idő jut a kutyusokra. Ezért is nem szeretnénk azt, hogy mondjuk egy telephely legyen, ahol az összes állat egy helyen van, mert akkor nem jutna rá annyi idő. Minden nap ki vannak engedve, ahol kennelek vannak, ott minden nap ki vannak engedve, minden nap egy picit foglalkozunk, próbáljuk őket megismerni. Igazából az alapelvünk az az, hogy szeretnénk a megfelelő kutyust a megfelelő gazdánál, illetve a megfelelő gazda a megfelelő kutyával. Ez az alapelv, ami annyit takar nálunk, hogy úgy szeretünk örökbeadni, és azért is teszünk fel kérdéseket, azért kell bemutatkozó levelet írni, mert picit meg szeretnénk ismerni a gazdit. Mert az ember nyilvánvalóan képáltal, a kinézete alapján dönt, azt tetszik, vagy beleszeretett egy bizonyos fajtába, de nem biztos, hogy maga az életstílusa illik ahhoz a kutyushoz, amit kiválasztott. Ez nem azt jelenti, hogy senki nem illik hozzá, csak lehet, hogy az a kutyus nem illik hozzá. Ezért próbáljuk picit megismerni őket, beszélgetni velük, és egyébként az esetek nagyobb százalékában ezt nagyon jól fogadják a gazdik, és akkor keresünk közösen egy olyan kutyát, aki az ő életükbe beleillik. Hála Isten,
lekopogom, eddig egész jól sikerültek az ilyen párosítások. Nyilván van olyan, aki azt hiszi, vagy úgy méri fel, hogy nem szeretnénk kutyust adni, pedig ez tényleg nem azért van, vagy cizust, ez tényleg nem ezért van. Csak azt szeretnénk, ha így is nehéz egy új állattal egy embernek megszokni az új környezetet, megismerni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ő egy olyan kutyát kap, ami vagy macskát, aki az első pillanattól fogva működik, meg kell neki is küzdeni azért a kapcsolatért, hogy ez működőképes legyen. De ha maga az életstílus hasonló, ez könnyebben megy. És van, aki ezt úgy mérlegeli, hogy nem szeretnénk neki esetleg állatot adni. Ez nem így van, csak szeretnénk, ha az lehessen, hogy harmonikus kapcsolatban élhessenek egymással. Nálunk az örökbefogadás az úgy működik, hogy mindenféleképpen vagy a weboldalunkon keresztül, e-mail formájában, vagy a Facebook oldalunkon keresztül, privát üzenetben szükséges, hogy írjon egy bemutatkozó levelet. Ha van kiválasztott kutyus, nyilván azt megemlítve, hogy ő rájelentkezik, ha nincs, csak szimplán kutyus szeretne, és hogy tudunk-e ajánlani, akkor is. Egy tartalmas bemutatkozó levél. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol élnek, hogy élnek. Nyilván az fontos, hogy családi ház vagy panel, hogy melyik kutyus illik ide-oda, hanem a kutyás jelenre, múltra, mik az elképzelései. Nem kizárók, ha még nem volt kutyája. Nálunk kizárók, 65 év felett kölyök kutyát nem adunk örökbe. Nagyon sok a rossz tapasztalat. Nagyon-nagyon sajnálom azokat az embereket, akik volt már ilyen, aki ezért sértődött meg. Adunk neki örökbe kutyát, de nem kölyköt. Én úgy mérem fel, hogy egy kölyök kutya aktivitása akár fellökheti a gazdiát, főleg, hogyha nagyobb testű lesz. Nem biztos, hogy való egy idősebb korú személy mellé. De felnőtt kutyában is lehet találni olyat, aki tökéletesen passzol. Mi oda kölyök kutyát nem szoktunk örökbe adni, illetve nagyon pici gyermek mellé sem adunk örökbe kutyust. Nyilván feltették nekünk már azt a kérdést, és ha később születik, az teljesen más. Az a kutya akkor már abban a családban van, a falka az kialakult, tudja, hol a helye, teljesen más, hogy fog viszonyulni a megszületendő gyermek iránt, mint az, ha mondjuk felnőttként, vagy akár kölyökként egy pici gyerek mellé bekerül egy kutya, illetve a gazdinak is sokkal könnyebb nem egyszerre foglalkozni egy kisgyermekkel és egy új kutyával, hanem egyszerre egyre kell úgy összpontosítani, hogy 100%-osan. Ez a két kizárók van. Amúgy minden azon múlik, hogy milyen bemutatkozó levelet kapunk, és hogy van-e olyan kutyus, aki éppen ahhoz a gazdihoz illik. Lexi Söjtörön ment be egy családhoz. 3 napig ő ott maradt, és nem volt hajlandó nem mozdulni, annak ellenére, hogy kerítés nem volt. Jelezték az önkormányzatnak, hogy náluk van egy kutyus, az önkormányzat keresett meg minket, hogy nem tudnánk segíteni. Még mindig látszik rajta, hogy vékony, borzalmasan vékony volt, amikor hozzánk került. A teste igazából egymerő bolha volt, ami által mindenhol, ahogy szétvakarta magát, sebes volt a bőre. Még a szőrének is kell javulni nagyon sokat. Az is még arra vár, hogy egy picit szépüljön, meg a kölyök szőrét azt most hullajtja. Igazából az elején nagyon-nagyon félős volt. Ő kutyákkal visszahúzódó, szinte bárkivel tökéletesen kijön. Nagyon pici gyermek mellé azért nem ajánljuk, mert hirtelen mozdulatoktól, hangoktól megijed a mai napig. Így úgy gondoljuk, hogy mind a kutyus, mind a kisgyermek érdekében jobb, hogyha nagyon pici gyermek mellé nem megy. Nagyon sokat változott már most, amióta nálunk van. Ő 1,5 hónapja van az egyesületnél. Most fog sor kerülni az ivartalanítására, hisz eddig az állapota miatt és a kora miatt nem lehetett ivartalanítani. Ő is gazdit keres. Cicákkal is nagyon jól kijön. Ő 20 cicával él együtt konkrétan. És érdekes, hogy játék szempontjából a macskákkal sokkal jobban tud
érvényesülni, mint kutyákkal. Arra tudunk ebből következtetni, hogy valószínűleg macskák mellett nőhetett föl. Egyébként egy mérhetetlen jóindulatú, nem túl pörgős, szeret a kanapén feküdni, őt mindenképp kinti-benti kutyusnak szeretnénk körökbe adni. Nem alkalmas csak udvari tartásra, se a jelleme, se a szőrzete szempontjából. És igazából egy kis csodakutya. Ő bátor, egy 7 hónapos kankutya. 2 hónapja van az egyesületünknél, Lovásziban találták. Angol kórosan került hozzánk. Az angol kór igazából a kutyáknál egy súlyos vitaminhiány, ezzel általában úgy születnek. Tehát valószínűleg már az anyatejben nem volt megfelelő vitamin ahhoz, hogy jól fejlődjön. Az angol kór igazából olyan betegség, ami által a csontok és az ízületek olyanok, mint a gumi, ahogy lép a kutyus, igazából behajlik a lába, uh-huh. és ezen a résszel jár. Látszik is neki kicsit. És igazából most már, hála Istennek, teljesen megerősödött a lába. Ez a görbeség, ami maradt, ez igazából nem abból fakad, hanem vagy valamilyen tacskó, vagy basset hand lehet benne, mert tipikus ilyen kis baszettos lábai vannak. Ő szintén egy nagyon-nagyon jó természetű kutya, őt sem szeretnénk csak udvari kutyusnak örökbe adni, hisz imád a kanapén fetrengeni a gazdival. Ő szintén kijön macskákkal, kijön kutyákkal, az elején az idegen kutyáktól picit tart, kell neki egy kis idő, de ha a másik kutya nem túl rámenős, akkor nagyon hamar barátkozik, nagyon hamar megnyugszik. Szeret minden embert, nemtől kortól függetlenül. Nagyon barátságos. Az ő ivartalanítása is most lesz esedékes, mert most ér abban a korban, amikor ivartalanítani fogjuk, és ő is most már örökbe fogadható. Ő Kivi. Ő egy 7 hónapos kankutya, most már elsőjén 8 hónapos lesz. Ő igazából rejtett herés, ami azt jelenti, hogy a hasüregben található az egyik heréje, tehát az ő ivartalanítása picit bonyolultabb, mint egy átlagos kankutyáj, majdnem olyan, mint egy szukakutyusé. Ő is most lekerül ivartalanításra. Őt a régi hetesen találták az útszélén 3 hónapos korában, 2,5 hónapos korában. Hát nagy eséllyel egy kis foxi keverék. Egyébként házőrzőnek nagyon-nagyon jó házőrző, mindenkit megugat, mindenre figyel. Viszont nagyon kedves. Uh-huh. A gyerekeket annyira nem szereti. Kivi. A gyermekeket annyira nem szereti. Nyilvánvaló fajta jellegéből, vagy hát a feltételezhető fajta jellegéből aktív kutyus. Egyébként egész jól otthon kordában lehet tartani, szófogadó kutyus. Ő is kijön mindenkivel, de a játékbeli stílusa is a Foxyhoz tudnám hasonlítani, tehát egy idő után olyan kis uralkodó, mindenképpen olyan kutyus mellé ajánlott, aki hasonló temperamentum, mint ő. Őt mindenképpen csak családi házban ajánljuk. Ő nagyon jól érzi magát kint, de azért ő is igényli, hogy felugorjon a kanapére a gazdi mellé, ott szépen elfekszik nyugodtan. Az udvaron viszont szeret intézkedni. Abban biztos vagyok, hogy a cicákkal él, ha lehetősége van, azért megkergeti, most megfojtja magát éppen a nyakörben, ha lehetősége van, megkergeti, de nem bántja őket, benne a lakásban tökéletes az összhang a cicákkal, azért kint az udvaron, ha a cica elfut, azért szeret utána futni. Szerintem szárnyasokkal nem kompatibilis, tehát nem gondolnám, hogy olyan családnak való, aki szárnyasokat tart. Aktív, nagyon szeret, tehát aktív családba való, akik sétálnak, túráznak, és bírják azt, hogyha a kutya arra is ugat, hogyha a fa levél rezeg a fán, tehát, hogy ő azért szeret jelezni mindenre. Teljes mértékben feleslegesen nem jelez, de ha történés van, ő azt jelzi. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk 4 hét múlva is, viszontlátásra!